falunapot tartottak Kocsolán. Az eseményt minden második évben rendezik meg, a település születi felvonulásával felváltva. Nagyon fontos falunk számára, egy kicsit összehozza a közösséget, eltölthetünk egy kellemes napot, már délelőtt 10 órától ment ez a rendezvényünk, ez a kis rendezvényünk, 10 órakor kezdődött a főzőversenyünk, és délelőtt egy ilyen kis vetélkedő műsor volt, amit falu olimpiának neveztünk. A falura jellemző versenyszámok voltak, mint csizmadobálás, talicska verseny, különböző más ilyen kisebb akadályversenyek. Minden második évben tartjuk a falunapunkat, és váltokozva a születi felvonulásunkkal. Egyik évben születi felvonulás, a másik évben meg falunapot tartunk. A falunapon különböző korosztályok számára hoztak létre programokat, de a cél az volt, hogy mindenki jól érezze magát. Délelőtt is elég sokan voltak, mindenkit azért vonzott ez a kis vetélkedő, a gyerekeknek habparti is volt, ugrókötél bemutató, úgyhogy próbáljuk elég színessé tenni a rendezvényünket, és elég népszerű is, így minden korosztályt meg kicsit megmozgatunk. Helyiek vagyunk, és mint egy kis falu nem olyan sok rendezvény van itt, de részt szoktunk venni, amikor létezik. Hál' Istennek ilyenkor összehozza a barátokat, rokonokat ez a rendezvény, úgyhogy szeretünk kijárni, igen. Próbálták úgy összeállítani a programokat, hogy a kicsitől a nyugdíjas korig mindenkinek jusson szórakozás, úgyhogy szerintem rendben van. Az idén adták át a település díszpolgári díját is, amelyet 2 évente szoktak odaítélni a kiválasztott személynek. Ezt is mindig a falunapon adjuk át minden második évbe. Az idei díszpolgárunk Hartung Aranka, aki hosszú időn keresztül óvoda vezetőként is tevékenykedett, óvónőként, kulturális bizottsági tagként, és mindig részt vesz a közösségi életben, úgyhogy méltán megérdemli ezt a díjat. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam ezt a díjat. Ez egy elkötelezettséget is jelent, mert nem csak egy díszpolgári cím, ez egy felelősséget is jelent az ember számára. Sok-sok éven keresztül, több mint 40 évig kocsolai óvodában dolgoztam vezetőként, és tudom milyen az, hogy csapatban együtt dolgozni, barátokkal, társakkal, szülőkkel, kollégákkal. Mindig volt egy közös célunk, és ezt a célt közösen értük el, és én ezért is vagyok hálás, hogy a társaimmal, a barátokkal, a közösséggel együtt megkaphattam ezt a díszpolgári címet. Idén Kocsola polgármestere és Potápi Árpád János országgyűlési képviselő adták át az elismerést. A képviselő úr kiemelte, mennyire fontos közösségformáló hatásuk van ezeknek az eseményeknek, és egy óvónő 40 éves karrierje miért elismerendő. Ez a falunap elsősorban az itt élő lakosságnak fontos, persze a vendégeknek is, akik alapvetően innen Kocsoláról származtak el. A közösségformálás szempontjából nagyon jó dolog az, hogyha az emberek találkoznak egymással, beszélgetnek, közösen hozzák létre a műsorokat, egyáltalán falunapot, és közösen is élvezik ezt. A mai nap azzal is kiegészült, hogy a díszpolgári címet adták át, illetve polgármester asszonyok közösen adhattuk át egy olyan személynek, aki egész életében nagyon sokat tett az itt élő emberekért, az óvodát vezette nagyon hosszú időn keresztül, és azért neki is köszönhető, hogy azok, akik például ebben a sátorban éltek, hogyan szocializálódtak például az óvodában, hogyan tanultak viselkedést, egyáltalán az életnek az alapvető dolgait hogyan tanulták meg. Szerintem mindenki emlékszik az óvonéniére, az első óvonénire, az itt élő emberek is, és hálás szívvel gondolnak Hartung Arankára, aki ma a díszpolgári címet átvette, én is gratulálok neki. Kocsolán a falunapot egy annanapi búcsú követte, mely hagyományteremtő célja mellett szeretné feleleveníteni a régi búcsúk hangulatát is. A falunapi rendezvényünket összekötjük az annanapi búcsúval, mert másnap annanapi búcsút tartunk, tehát holnapi nap folyamán vasárnap a gyerekeknek ingyenes körhinta, ugrálóvár és egyéb ilyen játékeszközök állnak rendelkezésre. Szerettük volna visszahozni a régi búcsú hangulatát, úgy gondolom, hogy ez már az elmúlt időszakban sikerült is, és remélem, hogy ez így folytatódik és hagyománnyá válik. A rendezvényen délután egy kulturális műsor szórakoztatta az odalátogatókat, és a napot egy bállal zárták.